egy kis ünnepségre látogatunk el, hiszen 7 parkolóház is van már itt Terézvárosban, és a parkolóház, az Easy Parkolóház még egy díszpolgári címet is ajándékozott ebben az évben, hogy kinek és ki adta át, megtudhatják adásunkból. Kellemes időtöltést kívánok! Az Easy Parkolóházak hálózata nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte a 7. születésnapját. 2005. decemberben nyílt az első parkolón, és van-e arra tippje bárkinek, hogy hány év múlva fog ez megtérülni, ez a beruházás? 74? 30? Nagyon jó. Még egy tippet kérek, lesz majd sorsolás is, de az a fogadáson. 10. Eddig a 30 volt a legközelebb, tehát 25 év, mire a beruházás megtérül. Az esemény sorozat kiemelkedő részeként Óvári Gyula átadta Major Sándornak, az Éptek Invest Kft. Igazgatójának az Easy Parkolóházak díszpolgári díját. Én örömmel tettem eleget a meghívásnak, az Easy Parkoló cég meghívásának, amely cég most jelen pillanatban a 7. évfordulóját ünnepli. És kitaláltak egy olyan díjat, ami az ő elképzelésükben jelenti a díszpolgárt itt a Terézvárosban, és a díjazat pedig egy olyan ember lett, nevezetesen Major Sándor úr, az Épteknek az ügyvezető igazgatója, aki garancia arra, hogyha elkezd valamit, az be is fejezi. Nagyon sok munkája van, építkezése van itt a kerületben, és ő az az építész, ő az a kivitelező, aki még egyetlen egy munkájával sem futcsolt be. Sajnos nagyon sok rossz példa van, úgyhogy azért jelent nagyon számomra, nagy örömet számomra ez a díjátadás, mert hogy egy igazi vállalkozót becsülnek meg ezzel a díjjal. Ez egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt számomra. Nem számítottam rá, hát abszolút meglepetés volt. Hát megilletődtem, és természetesen ez még pluszt ad ahhoz, hogy továbbra is a Terézvárosban dolgozzunk, de nem is állt szándékunkba elmenni innen. A belvárosi életben sokakat érint a parkolás problémája, vagy már ez csak a múlté? Az bizonyos, hogy a helyzet javul, és ehhez nagyban hozzájárul az Easy Parkolóházak dinamikus fejlődése. Amikor a turizmusban a szezon van, az nekünk a parkolóházakban egy holt idő. Tipikus erre a július-augusztus, ugye, amikor a belváros kihal. Azt reméljük, hogy a turizmus, aki remek eredményeket tudhat maga után a mostani gazdasági környezetben, egy 10%-os növekedést, hogy ezt tovább tudja vinni, és ennek egy szeletét azt a parkolóházakba tudja irányítani, és az ő csomagjuk vonzóbb lesz a vendégek számára is. Az Easy Parkolók 7 parkolóháza mögött a Shannon West ír befektető csoport áll. Az 1,2 milliárd forintos alaptőkéjű ingatlan fejlesztő cég eddig 9 milliárd forintot ruházott be a belvárosi parkolóhálózatba. A 8. parkolóház fejlesztése már előkészítő szakaszban van. Az ingatlan fejlesztő célja a globálisan lelassult környezet ellenére továbbra is az, hogy Budapest belvárosában 4000 férőhelyes parkolóhálózatot építsen ki, kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtva az autósoknak és a motorosoknak. Az ír befektető magyarországi elköteleződéséről tanúskodik az Airport City is, egy 21 milliárdos befektetéssel készülő ingatlan és szolgáltatás komplexum. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatásaink ma még egyedülállóak. A sötét öltöny és a propeller nyakkendő az nem a találkozásunknak és a felvételnek szól, ez a parkolóinkban az egyenruha. Igyekszünk a parkolóházakban szállodai szintű szolgáltatást nyújtani, ahol nem csak az autóra figyelünk oda, hanem egyre inkább az embert, az úton lévőket igyekszünk kiszolgálni, az ő egyedi igényeikre tekintettel lenni, és úgy gondolom ez ma még nem általános, különösen nem a parkolási szakmában. A 7. születésnapi nagyszabású rendezvényen régi és új partnereit látta vendégül a parkolóház, melyen kelt a hagyományőrzők, modern táncosok és rengeteg finom falat várta a vendégeket. Az ünnepségen Csáki Bornemissza Éva grófnő, a Mosolygó Kórház Alapítvány alapítója köszönő szavakkal illette Kugel Tibor, az EZ Parkolók igazgatója felajánlását egy ingyenes helyet a parkolóházban a kórház részére. Kugel Tibor úr az, aki a garázsával csodálatos segítséget adott nekünk a 7. emeleten, és a Mosolygó Kórház ott parkol már évek óta abszolút ingyen.
A cég kiemelten fontos célnak tekinti a jószomszédi viszony kialakítását, amelyet most először díszpolgári címmel jutalmazott. A címet és a díjat ünnepélyes keretek között Óvári Gyula, a 6. kerület gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere adta át Major Sándornak, az Éptek Invest Kft. Ügyvezetőjének. Ezek szerint a jó szomszédság mindenkinek fontos, hiszen az önkormányzat a vállalkozások és persze a lakosok érdekeit szolgálja. A 6. kerületben egy parkolónkban, a Székely Mihály utcai parkolóban csináltunk egy promóciót, aminek hála 114 helyi lakos parkol ma már nálunk, egy nagyon kedvezményes csomag révén, és minket választanak az ingyenes felszíni parkolással szemben, 3. éve velünk vannak.